Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Weekend második része, és a műsorunkban már megismerkedtek egy úriemberrel, név szerint Pataki Ádámmal, hát nem mutattuk még be önöknek, viszont már hallhatták, láthatták itt a műsor első részében, és most van szerencsém őt itt élőben is köszönteni a stúdióban. Szia Titi, ez a te művészneved, beceneved, és azon gondolkodtam, hogy ugye már ebben benne van a ritmus, hiszen ez egy ritmus maga a Titi, tehát valahol azt gondolom, hogy valahol eleve el volt rendelve, hogy neked zenésznek kellett lenned. Ezt a hangszert megmondom, nőjesen bevallom, hogy így még soha nem láttam. Azt hiszem, hogy a nézők is így vannak vele. Hát mesélj arról, hogy egyáltalán hogyan kerültél te kapcsolatba ezzel a bizonyos handpennel. Szeretettel üdvözlök mindenkit. A handpen először is el kell mondanom, hogy bármilyen meglepő is, ez nem is egy hangszer, hanem egy hangszobor, amit a feltalálói adtak így neki, hogy kicsit elvonatkoztassák a hangszer megnevezéstől, és egy teljesen különálló, egyedülálló tárgyat alkossanak névvel együtt. Handpan az egy svájci találmány, és nem is olyan rég, 2000-ben találták fel, tehát úgymond... Már nagykorú lesz hamarosan, vagy már talán az is, nem tudjuk. Igen. Egy svájci házaspár 2000-ben létrehozta is, 2001-ben frankfurti zenei vásárban bemutatták. Gondolom, hogy különböző méretekben kapható, ugye? Vagy különböző színekben, vagy mindegyik ugyanolyan, mint a tiéd? A méret az attól függ, hogy hány darab hangsor van rajta. Tehát az enyém az egy klasszikus méretezés, cices hangolású, és hát amennyi hangolás van rajta, annyival nagyobb a teste is igazából. Most miért választ valaki ilyen különleges hangszert? Nyilván azért, mert a lelkében van valami különlegesség, meg szeretne egy picit kitűnni, szeretne valami olyasmit mutatni az embereknek, amiből nincs minden utca sarkon. Vagy hogy volt ez a te életedben? Hát igazság szerint én a Bazilikánál találtam rá, meghallottam egy hangot, és követni kezdtem, hogy mi ez. Tehát megszólított téged a hang. Megszólított a hang, és egyből mondom, nekem ezt meg kell találnom, hogy micsoda. És akkor ott láttam, hogy a Bazilikánál lépcsőnél ül egy fiatalember, és játszik rajta. Először néztem, hogy mi ez, valami kis vokkon, vagy valamin játszik. Hát egy kacsasütőn. Mondom, milyen kreatív. De aztán észrevettem, hogy pontosan ilyen hanggödrök vannak rajta, és ez kifejezetten egy hangszernek néz ki, és hát többseket egyből beleszerettem, úgyhogy én is utána jártam, hogy hogyan lehet hozzájutni, nem olyan egyszerű. Van zenei irodalma tulajdonképpen ennek a hangszernek? Tehát akár kottákat is lehet venni, vagy itt gyakorlatilag az ember lelkében levő hangok kezdenek kibontakozni, és egy ilyen szabad asszociációs zenélés folyamán szólal meg tulajdonképpen ez a hangszer. Igen, pontosan az utóbbi inkább, tehát ez így a belső lélek segít igazából rátalálni, nincs konkrét kotta. Tehát van egy hangsor, ahogy mondtam, ez éppen egy cices hangolás, és az alapján tudok játszani rajta dallamokat. Tehát nem tudok, mindig kérdezik, amikor esetleg megrendelnek engem, hogy tudom-e ezt meg ezt a számot eljátszani. Mondom, sajnos nem. Az aranyesőt nem biztos, hogy nem, el tudod nem, játszani, és nem is akarom. Kategorizálva. Nem, úgyhogy be van kategorizálva, a saját számaimat tudom rajta játszani. Egy kicsit ugye a hangtára asszociálnak szerintem sokan, és lehet, hogy azok a kis hangok, vagy azok a rezgés, amiket kelt a hangszer, azok is egy picit egy ilyen emelkedettebb lelki állapotot eredményeznek azokban, akik ezt hallják. Pontosan akartam is mondani, hogy legjobban inkább a tibeti hangtálakhoz hasonlít, és szokták ezt hangterápiás masszázshoz is használni, tehát gyógyítják is az embert. És hogy néz ez ki? Tehát gyakorlatilag valaki azt mondja, hogy na, én szeretnék mondjuk az eljegyzési szertartásomon egy ilyen különleges produkciót, és akkor te megjelensz, és akár fél óráig is bűvröd a hangszert? Igen. Mivel sajnos nincs konkrét kategóriája, tehát ezt nehezen kellett kitalálnom, hogyha én esküvőre járok, akkor miképp szólítsanak meg, hogy találjanak rám, de ez én különböző esküvői oldalakon például hát muszáj úgy reklámoznom magam, hogy én se zenész nem vagyok, se DJ-s, semmilyen, ami
hangszerekkel kapcsolatos, hanem inkább ilyen ceremóniához, szertartáshoz lévő ilyen hangulatkeltő zene, ami végül is tulajdonképpen te egy effekt vagy, egy hangulatkeltő effekt, hogyha lehet ezt mondani. Egyébként milyen alkalmakra hívnak téged? Elsősorban az esküvő, az a fő célpontom. Azon kívül voltam már könyvbemutatókon, festménykiállításokon, de még lánybúcsukra is hívtak. Hát gondolom, hogy azért ott inkább egy, hogy is mondjam, visszafogottabb lányok voltak, igen, ugye? Igen, kedves barátaim mindig viccelődnek ez a téma, és mindig megkérdezik, hogy ugye ruhában zenéltem. És ugye ez nem az a klasszikus, amikor kiugrik valaki még mondjuk egy plusz fiú ebből a hangszerből. Most az jutott eszembe, hogy említetted, hogy a Bazilikánál ott zenélt egy fiatalember. Lehet-e mondjuk zenekart csinálni ilyen hozzád hasonló ügyes virtuózokból, vagy egyáltalán ismersz-e olyan embereket, akik itt Magyarországon szintén játszanak, vagy van-e valamiféle fesztiválja a tennek? Igen, én alapvetően egy hölgyel kezdtem el ezt, mint duó zenekar, úgyhogy én vele is mentem ki konkrétan a mesterhez, aki Olaszországban, Milánóban él, és ott együtt mentünk el ezért a csodáért, meg ő is a sajátjáért. Úgyhogy vele valamilyen szinten elkezdtem, de azon kívül vannak még Magyarországon, akik játszanak rajta, nem sokan, de egyre jobban gyarapodunk. Lehet zenekarban is, több hangszerrel is játszani, de nagyon, nagyon hozzá kell igazodni. Tehát, illetve, hogy maga a hangolásban is van eltérés, ugye a különböző, igen. Tehát hogy ott már tényleg lehet, hogy kell egy zeneszerző, aki összehangolja és akár meg is komponálja így azt, van. Hogy mit játszatok. Így van, hát például egy démolossal nem lehet így együtt játszani, uh-huh. tehát attól függ, hogy milyen hangolás a másik, és az alapján lehet így komponálni. Igen, hát ez már ugye egy komoly, akár zenei képzettséget is feltételezne a nézőktől. Az jutott még eszembe, hogy nézd, mi magyarok nagyon rettenetesen találékonyak vagyunk. El tudom képzelni, hogy sokan megpróbálják ezt otthon házilag is elkészíteni ezt a hangszert. Te látsz arra esélyt, hogy esetleg egy ilyen, nem tudom, Jóska bácsi a hegesztő pisztolyával összehoz valami ilyesmi? Igazság szerint ezt nem gyárba készítik meglepő módon, hanem hát személyesen otthon, csak kellenek hozzá lehetséget, csak kellenek hozzá megfelelő eszközök. Tehát hangoló, pont kalapács, tehát igazából tehát apró szerszámok kellenek, egy kisebb helyiség, és ha van az embernek érzéke hozzá, akkor otthon meg tudja csinálni. Hát a több mester, aki létezik, azok otthon készítik igazából, nem tömeggyártásra készül. Uh-huh. titihandpen.hu ezen a weboldalon lehet mindenféle érdekes dologról olvasni, és talán esetleg neked üzenni is, tehát hogyha valaki itt a mai napon tényleg sikerült felcsigázni, remélem, hogy sokaknak tényleg zeneileg is, meg alapvetően a kulturális területen is új információkat adtunk. Hát akkor mi nagy szeretettel kérünk arra, hogy még maradj itt velünk, annál is inkább, hiszen még produkcióval is készültél, és kívánunk egy nagyon szép és tartalmas nyarat, sok-sok fellépést neked itt Magyarországon, vagy akár a világ bármelyik részében. Köszönöm szépen!